Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves nézőt a Jánosháza vs. Szergényese mérkőzés összefoglalójában. A két csapat számára ez egy nagyon fontos mérkőzés volt, ugyanis a Szergény a találkozót megelőzően 4 pontos lemaradással állt a tabella második helyén, igaz egy mérkőzéssel többet játszva. A 9. percben Závec Erik ívelésére sikerült a vendégkapusnak kiütnie, de sokáig nem maradt a labda a vendégeknél, Varga Patrik könnyedén visszaszerezte a labdát, majd távolról ellövi, és a vendégek kapusának sikerült hárítania. A 17. percben a Jánosháza készülődött szabadrugással, amiből csak a felső lécet sikerült eltalálni, de Balogh Patrik résen volt, és így 1-0-ra módosul az eredmény. A 21. percben pedig már a vendégek végezhettek el hasonló helyről szabadrugást, de ezt a kísérletet Dikovec Áron könnyedén tudta hárítani. A 28. percben Balogh Patrik intotta Talabér Ákost, aki nagyon szép sarkazós mozdulattal készített elő, Ambrus Attila viszont a kapusba lőtte, a kipattanót pedig szintén nem sikerült gólra értékesíteni. A 41. percben ismét a vendégek jöttek szabadrugással, de ezt a lövést is nagyon könnyedén hárította Dikovec Áron. Összességében pedig egy helyzetekben gazdag, 1-0-ás eredménnyel vonulhattak pihenőre a csapatok. A második félidőben nem kellett sokat várni az első nagyobb hazai helyzetre, Talabér Ákos kapott remek labdát, és sikerült eltenni a kapus mellett, 2-0-ra növeli az eredményt. Az 53. percben ismét a vendégek jöttek szabadrugással, ezúttal viszont még a kapus sem sikerült eltalálniuk. Alig pár perccel később ismét Talabér Ákos kapott egy nagyszerű labdát, aki szemtől szembe került a kapussal, és egy kis húzamonát követően sikerült is eltennie mellette. 3-0 ezzel. A 83. percben Balogh Ádám kapott nagyszerű labdát, viszont a lövését követően a vendégkapus könnyedén tudott hárítani, az eredmény pedig a mérkőzés végére nem változott. 3-0-ás hazai győzelem.